16. alkalommal lesz Magyarországon a teljes lakosságot érintő népszámlálás október 1-e és november 28-a között. Ez a legnagyobb adatgyűjtés, amely pontos képet ad az ország népességéről. Eredményei megbízható alapot nyújtanak a legfontosabb gazdasági, szociális és területfejlesztési döntések előkészítéséhez is. Az adatszolgáltatás mindenkinek kötelező. A háztartások október 1-e és 16-a között önállóan interneten keresztül tölthetik ki a kérdőívet. Ezt követően számlálóbiztosok keresik fel a címeket. Ez az első népszámlálás, amire teljesen elektronikusan papír kérdőívek nélkül kerül sor, ugyanis az online kitöltési szakaszt követően a számlálóbiztosok tableten rögzítik majd a kapott válaszokat. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a számlálóbiztosok magabiztosan tudják kezelni az összeíráshoz használt tabletet. Ezeket az eszközöket a KSH fogja majd a számukra rendelkezésükre bocsátani. Szintén fontos és előnyt jelenthet a kiválasztás során a jó tájékozódási, a kommunikációs készség, valamint természetesen az is, hogyha rugalmasan tudják beosztani az idejüket, hiszen október 17-e és november 20-a között folyamatosan számítunk majd a munkájukra. A jelentkezési időszak településenként eltérően alakulhat, ezért a polgármesteri, valamint a közös önkormányzati hivatalokban kell érdeklődni a pontos határidőkről. A legutóbbi 2011-es népszámláláskor az önkéntes internetes kérdőív kitöltés Szabolcs-Szentmihályi megyében volt a legalacsonyabb. Ez is előre vetíti, hogy itt több személyre lesz szükség a terep munka idején. Országszerte nagyjából 28 ezer számlálóbiztos jelentkezésére lesz szükség, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig előre láthatólag csak nem 1500 számlálóbiztos jelentkezését várjuk. Egyébként Budapest, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén és Bács-Kiskun megye után várhatóan Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lesz a legnagyobb szükség a számlálóbiztosok jelenlétére. Az, hogy egy-egy megyében hány számlálóbiztos lesz várhatóan szükség, egész függ azon attól, hogy hányan töltik majd ki interneten, online a népszámlálási kérdőívet, valamint természetesen a népesség számnak a függvénye is ez, hiszen minél több laknak egy-egy megyében, abban várhatóan ott több számlálóbiztosra is lesz szükség. Fontos tudni, hogy a számlálóbiztosok nem önkéntesek. Az elvégzett munkáért mindenki díjazásban részesül, a konkrét díjtételeket pedig kormányrendelet határozza meg.